Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakae Metal autóalkatrész. Szeretjük a régi automataváltókat, mert tartósak, kényelmesek, nagyon puhán finoman váltanak, egyszerűen jó belük autózni, főleg egy Merciben. Na de, ez pont teljesen alkalmatlanná teszi őket a motorsportra, viszont most már erre is van megoldás. Azt hiszem, amikor ezt X-elni kellett az extra listán, akkor a Mercedes úgy hívta, hogy 5G Tronic. És van, a de... gyári megjelölés viszont a 722.6, vagyis az ötsebességes hidrodinamikus automata váltójuk. Milyen autóban volt ez amúgy? Vagy miben nem volt talán úgy egyszerűbb? Igen, ez az extra listával amúgy megzavartál, mert azt akartam kérdezni, hogy ez rendelhető extra volt valamibe? Hát amikor eldöntötted, hogy manuális, hogy kéziváltót akartál az adott motorhoz. Ugye voltak motorok, amihez csak automatát kérhettél. Ja, de csak az automatát választhatod, mert amúgy 2010-ben létezett olyan, hogy volt ezzel is szerelve, meg a régi vákumossal. Tehát a 722.5-tel, illetve a 722.4-jel, azok voltak az elődjei. Ezek a négysebességesek. Az 5-ös az 5-sebességes volt, de úgy nézett ki, hogy vákumosan kapcsolta a négysebességet, és az 5-et az elektromosan, nagyobb is itt a hátulja, ott van egy elektronika, és az 5. sebesség full elektromos volt. De egyébként az első elektromos vezérésű váltó Mercinél az ez, ami automata. És nagyon sokáig húzták, ha jól tudom. Tehát amikor bejöttek a nagy 12 hengeres turbomotorok, már rég 7 sebességes váltókat használtak a kisebb modellekbe, de a nagy motorra ezt tették rá, mert ez bírta el. Ez még szerintem a mai napig amúgy lehet kapni vele autót. Igen? Igen, és más autógyártó is használja, tehát én nem is tudom... Porsche. Melyik... 996. A Porsche-ba is van például? Faros Porsche-ba benne van ez a váltó. Azt tudom, mert volt is itt nálam, a barátomnak Porsche-ja van. Azt én szervizeltem el a váltót konkrétan, és gyakorlatilag még az olajszűrő is ugyanez a Merci benne. Tehát a csatlakozótól kezdve az elektromos csatlakozói minden, de múltkor volt, nem is tudom... Jaguar talán. A Jaguar használt még Mercedes váltókat. Nagyon, sokan használják ezt, és kisköpcent is. Egy 2017-es terepjáróban volt 722-es váltó, egy ilyen 2 liter körű dízelmotorhoz. Talán Wrangler volt? Simán benne van, mert az ugye volt Daimler, Jeep volt Daimler tulajdonban, tehát simán előfordulhat. Igen, tehát valami ilyesmiben volt ilyen. Tehát azért mondom, szerintem a mai napig amúgy gyártják, meg újabb szériákban is elérhető, tehát a 7G Tronic mellé kisebb motorokhoz teszik ezt a váltót. Mitől olyan zseniális? Ez is a túlméretezettsége, vagy van benne valami egyéb trükk? Hát ugye azt tudom mondani, hogy német mérnökök ezt is jól kitalálták, nem? Nem tudsz rá más mondani, meg hogy Mercedes. De most jobban mit mondjak rá? Jól sikerült. Uh-huh. Szerintem. Amikor nekiálltok felhúzni egy ilyen motort, mint ami a Mercedesben van, akkor a váltóhoz hozzá kell nyúlni, vagy ez mondjuk egész leköveti a teljesítménynövelést addig, ameddig az a motor tudja? Nagyjából ugyanaz a szituáció, mint a motornál, hogy addig jó, még gyári. Uh-huh. De annyi csibészség itt van, hogy ami a 300 TD-n például rajta van váltó, az kevesebb lamellás, mint egy nagyobb motoroson, ami van. De az összes az 722.6-os. Tehát értsd úgy, hogy szerelték 300 TD mellé, a 2.2 CDI-től fölfele a V8 benzin, a V8 CDI, az AMG-kben is volt ilyen váltó. Minél nagyobb teljesítmény autóra rakták, annál nagyobb erőt elbír a váltó. Oké, hogy elbírja a teljesítményt, de ennél azért egy kicsit több kell. És akkor itt jön képbe az off-gear, ami váltó, felülirányító, átverő. Tulajdonképpen hívjuk egy standalone vezérlőnek, mert ez egy standalone vezérlő a váltóhoz. Ugyanolyan, mint egy VEMS vagy egy Max-EQ egy motorvezérlőbe. Itt jön képbe az, amit a legelején mondtál, hogy ez már technikailag egy elektromos vezérlésű váltó. Így van. Hol épül be ez az eszköz? Vagy egész egyszerűen csak rádugod a stekkerre? Hogy épül ez fel egyáltalán? Gyakorlatilag amúgy nagyon jó csomagolásba szolgáltatják ezt nekünk, mert plug and play stekkerekkel jön. Tehát ennek a túloldán van egy elektromos csatlakozó a váltónak, kell neki egy gázpedálpotméter, kell neki ugye nyilván áram, azon kívül ezt bekötöd az autóba, és minden csatlakozó plug and play. Tehát tudod úgy rendelni, hogy egy ilyen 2.10-es Mercibe, mint az enyém, berakod, és minden csatlakozó plug and play, egy kapcsolató gyújtás pozitív kell neki, és ennyi. Ez itt maga a vezérlő modul, vagy ez csak egy visszajelző?
Ezzel tudod állítani is, tehát tudod programozni. Nyilván lehet, hogy a laptopról is, tehát van egy külön kis vezeték. Uh-huh. Viszont ezzel ugyanúgy tudsz, a joystick segítségével ugye beléphetsz a menübe, akár amúgy élőadatokat tudsz nézni. Mondom, olajhőmérséklet, mi egyéb. Így van, tudjuk nézni a gázbeleállást, fordulatszámokat, minden egyéb ilyesmit. És akkor, ha lefele nyomkodsz, akkor... Manuál shifting mód? Igen, azt mondjuk át tudjuk tenni manuálba, hogy fix, mert ebbe kétféle mód van, tehát van egy automata, és az automatából én bele tudok nyúlni, ugye itt a plusz-minusznál, ugye ha váltok egyet, akkor átrakja magát manuálba. Na de az a manuál mód az olyan, hogyha te mondjuk fölváltasz ötösig, megállsz a lámpánál, akkor ő visszadobja magát automatába, mert érzi, hogy kicsi a sebesség ahhoz a sebességi fokozathoz. Viszont ahogy így most átnyomtad manuálba, ebbe a verzióba ő akkor se rakja vissza magát, ha te ötösbe megállsz a lámpánál, és elfelejtesz visszagangolni, akkor ötösbe akar majd elindulni. És akkor gondolom, ilyenkor egy rohadt nagy wandler csúsztatással próbál. Hát vissza kell váltani, igen, egyébként, de azért mondom, hogy ha te átteszed kézzel manuálba, akkor ő nem szól bele többe. Ez tök jó, és akkor, hogyha mondjuk te az van, hogy mondjuk építesz egy drift autót, vagy egy pályaautót, ahol szükség van esetenként arra, hogy ne váltson el, hanem tiltásig engedje forogni a motort, akkor ezt megengedi. Így van. Ez szép és jó, de miért nem csinálta ezt meg a Mercedes is? Károsodik valamennyire a váltó mechanikailag, hogyha elkezded egy ilyen standalone vezérlővel használni? Nem, ez a váltó konkrétan ebben az autó benne van szerintem egy 3 éve lassan, nem, már 5. Ezzel a megemelt teljesítménnyel. Így van. Ez volt már 500 lóerő is ez a kocsi, tehát volt több is. És 500 lóerő, meg a hozzátartozó dízel nyomaték nyírja ezt a váltót ezzel a vezérlővel és bírja. Így van. Az nem mindegy. Milyen költséget jelent ez? Ez nagyjából most 950 euró ez a vezérlő, ez az alapkit, és plusz a beszerelési költsége. Nagyjából hát ilyen 1000-100 eurónál megáll az egész történet. Hogyha most egy olyan autóban rendeled, amiben ez az automata váltó van, tehát mondjuk vegyük ezt a 210-es kereklámpás mercit, ebben ilyen váltó van gyárilag, ebben meg tudsz rendelni egy kész kitet, be kell szerelni csak, és programozni kell, ennyi. És az igazi jó tétemény akkor az a váltások gyorsasága. Így van. Tehát, hogy... Egyébként a kérdésedre a válasz, hogy a Mercedes miért nem csinálta, szerintem a sportautóiban, AMG-ben meg ilyenekben a váltásra játszott már, tehát ő úgy csinálta ezt meg, hogy kívülről ez ne legyen egy ilyen kezelhető felület. Tehát ő tudja nagyon jól, hogy ez a váltó képes erre a gyors váltásra. És ő úgy csinálta meg, hogy gondolom más a program azon az AMG Mercedesen, mint ezen, és nem írható a program. Ennyi. Tehát neki semmi érdeke abból, hogy mondjuk neked legyen egy írható vezérlőd. De van olyan autó, amiben ez a váltó képes gyorsabb váltásra. És azért ebben az autóban bent van ez a kormány, ez egy CLK, vagy? Szerintem ez most pont egy GLK kormány amúgy. Egy GLK kormány, hogy ott van rajta a kihangosító, Bluetooth, meg a menüléptető gombok, amik nyilván nem működnek, hiszen az autó alkalmatlan rá, de rajta vannak a váltófülek. Ez megint az off-gearbe fut be, vagy pedig a... Tehát ez is az off-gearbe fut be, és tudsz a kormányról váltani. Így van, külön két vezetéken biztosítja ezt a váltás opciót, hogy te akár egy joystickre is kikötheted amúgy, hogyha ide raksz egy joystickot, és lefele-fölfele mozgatod, tudsz azzal is váltani. Ez egy tök külön vezetéken van, maga ez a kulissza, ez CAN buszon kommunikál az off-gearrel, az meg tudja, hogy te éppen mit csinálsz, és ezen is működik nekem a Triptonic verzió. Tehát lehúzom D-be, jobbra fölfele váltok, balra pedig lefele. Hogyha mind a kettő párhuzamban működik nekem. És a cég, már hogy az off-gear, az kizárólag ez a 722-6-hoz kínálja ezt, hogy vannak más automata váltók, amihez... Nem, ő kifejezetten ehhez. Akkor most belenyúlhatok kormánnyal is, meg belenyúlhatok a váltóval. Így van. Hát most rányomsz egyet mondjuk a bal karra, akkor visszadobja egyet. Most gurulunk harmadikba. Na jó, arra nem számítottam, hogy ilyen gyors lesz. Ez amúgy... Ez a lényege. Ez, amikor mész ilyen modernebb BMW-vel, ami mondjuk dupla kuplungos, na ez kb. Olyan, ez a váltás. És az a durva, hogy amikor ezt először próbáltuk Tomival, még ő vezetett, akkor megkérdeztem tőle, hogy vágja a gyújtást, úgymond, hogy nyilván egy gyújtást nem tud vágni, hiszen dízel, de nem, egész egyszerűen ennyire gyors és ennyire puhán, finoman átdobja, még terhelt állapotban is. Tehát amikor az a motor megy telin, elforgatott 6500-ig, ez akkor is ennyire finoman áthúzza a fokozatot. Mennyire szomorú, hogy a többi automatára amúgy nincs ilyen?
Igen, amúgy ez egy jó dolog így. Azt mondtad, hogy amikor visszagangolok lassításnál, akkor ahol már nagy az áttétel, módosítás 3-2-1, ott egy kicsit durvább. Igen, meg nem olyan, mint a gyári automata, tehát annál egy kicsit keményebben vált, de ez nyilván hátulütője, hogy minden nem lehet mindig mindenhol tökéletes. Igen, igazából már az is döbbenetes, hogy egy ilyen utólagos third party cég által gyártott eszköz ennyire jól tud működni. Legalábbis nekem ez az első ilyen váltómódosító, amit kipróbálok, és nagyon jó. Amúgy neked ez az autó még élményt ad a versenyzés mellett? Nekem nagyon mindig boldog vagyok, hogyha beleülhetek egyébként. Hány éve építed? Hány éve lett kész? Ez amúgy kész van jó pár éve, szóval ez a módosítás nem volt. De mondom, szerintem egy 5 éve fut ezzel a setup-pár. Turbócserék voltak ugye, mert különböző lóerőre kitaláltuk, hogy volt több lóerő, de akkor pont az volt, amiről az előbb beszéltünk, hogy magas a fordulatszám tartományban működött, ezért visszaváltottam erre a kisebbre, de más amúgy egyébként nem volt. Ezt jó pár éve így használom, és nem volt rajta változtatás. Azt esetleg tudod, hogy hány kilométert raktál bele úgy, hogy már meg volt építve az autó ilyen szinten? Mondtad, hogy ilyen 5 fölött kéne benne lenni, tehát 500 ezer fölött kéne az autóban lennie? Igen, de az minden bonyolultabb. Ez a motor, az a vicces az egészbe, hogy ez a motor a kombi C-mercimből jött, amivel előtte viszont ingáztam Ausztriába. Uh-huh. Szóval a motorban szerintem így tuningva biztos, hogy van benne egy 200 000 kilométer. Tehát nagyon sok. Hát az Ausztriába ingázás az azt jelentette, hogy én hétfőn elindultam és pénteken jöttem haza, és az heti 1000 kilométer volt. És ez több éven keresztül, igen. 200 ezer kilométer, 20 évesen a gyári teljesítmény 3-szorosával. Így van. Ez a motor konkrétan amúgy egy 180 ezer kilométeres motor volt, tehát egy nagyon szépet választottam, ugye, mert sok megfordult, hál' Istennek a kezem között. Volt mivel válogatni. Így van, és ez egy 180 ezer kilométeres, amúgy egy nagyon szép motor volt, és azóta is tök jó. Képesztő. És akkor most próbálom nem elrottani. Ez az off-gear, ez tényleg egy olyan cucc, hogy ha tudod, hogy mit kell vele csinálni, akkor egy ilyen régebbi technikát is új szintre emel. És azt mondtad, hogy ilyen 2005-2008? Hát kb. Aha. Ezt az úristen itt. Fehér aszfalton megyek, ugye végig villog a kipörgésgátló, de nekem az volt amúgy a legmeghökkentőbb ebben az egészben, hogy amikor ennyire megy egy benzines autó, akkor azért az már mindenhogy nagyon hangos. Ez meg, hogy ahhoz képest mennyire halk ehhez az erőhöz. Próbáltuk megőrizni a Mercedes-es jellegét. Kényelmesnek kényelmes, erősnek erős, szerintem ez tökre Mercedes. Klíma működik, az most fontos ma.